1984-es évjára ugyancsak fegyvernekről érkezett. A teljesítménye 300 lóerő, 13.600 kiló. És nézzük, hogy mit tud. Ez a K700-as igazából az oroszoknál valamikor a legnagyobb rakéta vontatásra szolgál. De rájöttek, hogy a mezőgazdaságban is végképpen is tudna hasznot hozni, és elég régóta szerepel a mezőgazdaság palettáján. És indul a Kirovec 701-es fegyvernekről. K700-as. Ennek gyerekek majdnem olyan a váltója, mint a legkorábbi traktorok. Azaz, jöjjön neki! Gyönyörű szép réltudásban ott a tetején. Tehát azért tudni kell, hogy ennek az öreg technikának, ennek a régi rossz technikának már majdnem olyan a váltója, mint a legmodernebbeknek. Nem kell kuklunkolni. Nagy előny, higgyétek el. De ugye volt olyan annak idején, a TSZ irodát lebontotta, mert járva hagytak, kiszállt a traktoros, bement és berázódott, és mire kijött a kocsmából, eltűnt az iroda, ez megtörtént. Na és nézzétek ezt a küzdelmet, gyerekek, ez a K700-as a szerelve.